Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy a II. Rákóczi Ferenc általános iskola új tantermekkel és ebédlővel bővült. Sajnos nem sokáig használhatták a diákok és a pedagógusok a helységeket, hiszen a koronavírus járvány miatt kialakult állapotok következtében március 16-án bezárták az oktatási nevelési intézményeket, iskolán kívüli digitális munkarendet vezettek be. Ez az intézményekre, pedagógusokra, diákokra, családokra egyaránt nagy terhet, új feladatokat ró. Ficere Noémi intézményvezető készséggel állt rendelkezésünkre, és telefonon adott interjú során tájékoztatott arról, miként alkalmazkodtak az új helyzethez, milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt közel 3 hétben. Nagyon kemény 3 hét van mögöttünk. Úgy gondolom, hogy egy megpróbáló időszak mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek, mind pedig a gyerekeknek. Ugye a pedagógusoknak meg kellett tanulni teljesen új oktatási formában közvetíteni a tananyagot a gyerekek számára, és nem feltétlenül van mindenkinek meg ehhez a háttere, a digitális háttere, tehát van, aki a nulláról indult szinte, úgyhogy ez egy kemény feladat volt. Plusz a gyerekek érdeklődését lekötni, megfelelő mennyiségű tananyagot adni, érdekes legyen, érthető legyen. A szülőknek ugye szintén nagyon nehéz, hiszen most abban a szerepben találják magukat, hogy egyszerre szülők és tanárok. És ez nem egy irigylésre méltó helyzet, hiszen ők nem pedagógusok, mégiscsak segíteni kell és tanítani a gyereküket. Talán a gyerekek veszik a legjobban ezt az akadályt, hiszen ők már egy digitális nemzedék, ők telefonnal, laptoppal, tablettel a kezükbe nőnek fel, így ők, nekik ez a része, a digitális része talán még aránylag könnyen megy, ők a bezártságot, a társaktól való távollétet, az iskolától való távollétet viselhetik nagyon nehezen. Érdekesen indult ez az egész 3 hét, hiszen pénteken még mentünk iskolába, majd péntek este tájékoztatta a miniszterelnök az ország lakosságát arról, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák. Így volt 2 egész napunk arra, hogy úgy felkészüljünk a hétfőre, hogy már valamit nyújtani tudjunk a szülőknek. Legalább tájékoztatást, ha más nem, hiszen egyfolytában égtek a telefonvonalak, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi lesz. Nálunk végül is az lett, hogy egységesen a Teams programot vezettük be az iskolába, minden pedagógus ezt a programot használja. Ez egy nagyon jól használható program, és ezt, hogy egységeset használunk, megvan az az előnye, hogy a szülőknek, gyerekeknek egyfélét kell megtanulni, kezelni. Így most már elmondhatjuk, hogy szinte zökkenőmentesen folyik nálunk az oktatás. Olyannyira, hogy a napközis kollégákkal, pedagógiai asszisztensekkel, iskola pszichológussal összefogva már egy teljes délutánt lefedő délutáni programok, foglalkozások állt össze mára, ami holnaptól indul, amiben a korepetálás, a segítek tanulni, kézműves foglalkozás, meseolvasás, filmklub, egyebek szerepelnek. Úgy gondoltuk, hogy a szülőknek is és a gyerekeknek is ez egy nagyon jó segítség és program. Egy fantasztikus tantestület áll mögöttem, mellettem, úgyhogy lehet velük dolgozni és haladni. Úgyhogy köszönöm az ő munkájukat is. Milyen visszajelzéseket kapnak a szülőktől és a gyerekektől? A visszajelzéseknek a nagy része pozitív. A szülők látják, hogy a pedagógusok nagyon keményen dolgoznak, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek számára megfelelő minőségű oktatást nyújtsanak, illetve azért is, hogy a szülőket segítsék. Természetesen vannak nehézségek, ezek is eljutnak hozzánk, de az esetek többségében ezt tudjuk kezelni. Milyen arányban vannak diákok, akiknél esetleg nem adottak otthon a tanulás feltételei, és őket hogyan tudják segíteni, milyen megoldást találtak ezekre a körülményekre? Azt hiszem, azért a mai digitális világban kevés helyen fordulhat elő, hogy nincsen legalább mobiltelefon, és nincsen legalább az egyik szülőnek Facebookja, a Messengere. Így kevés, nagyon kevés olyan gyerek van, akinek semmilyen módon, semmilyen formában nem áll a digitális oktatáshoz való hozzáférés a kezében. Ez már lehet az is, hogy elküldjük neki azt, hogy tankönyv, munkafüzet, hányadik oldal, hiszen tankönyve, munkafüzete otthon van, tehát tud tanulni. Akiknek végképpen nincs semmiféle megoldása erre, azoknak kinyomtatjuk, lemásoljuk és eljuttatjuk papírformában a tananyagot.
azt még meg tudom mondani, hogy, ugye mint a tankerület, az önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat is figyeli azokat a gyerekeket is, és gondozásba veszi. Szegények a szülők, elfeszedték a munkájukat, és probléma az, hogy a gyermek naponta egyszer legalább meleg ételt kapjon. Őket felkeresik és kiszállítják nekik az ebédet, ami nagyon-nagyon nagy segítség. A tankerület is próbál nem csak lelki támaszt adni, hanem útmutatásokat közvetítenek felénk, tanácsokat adnak, tényleg fordulhatunk hozzájuk nyugodtan bármivel. Az önkormányzatnál pedig ugyanez a helyzet, ugye ők a pedagógiai részben nem kapcsolódnak be, viszont amikor szükségünk van például eszközre, akkor ők azt nagyon hamar tudják biztosítani, és ezt meg is tették felén. Úgyhogy mindenkire számíthatunk ebben a helyzetben, én úgy érzem. És vannak olyan évfolyamok, ahol kicsit talán még nehezebb ez az időszak, gondolok az első osztályosokra, vagy a pályaválasztó, illetve a ballagás előtt álló diákokra, velük kapcsolatban mit mondhatunk el? Hát az első osztály egy tényleg különleges eset, hiszen a tízes átlépést, a betűtanítást, az olvasás tanítást online lefolytatni nem egyszerű, és itt különösen nagy teher hárul a szülőkre, hiszen az iskolai gyakorlás lehetősége tulajdonképpen most kiesett, és ezt nekik kell pótolni. De a gyerekek nagyon lelkesek, és lehet velük haladni. Tehát lehet, hogy nem ugyanazt a mennyiségű tananyagot tudjuk elsajátítatni velük a tanév végéig, de hogy szépen fognak haladni, hogy megtanulnak azért olvasni, írni és számolni is, az biztos. Csak kicsit minimálisabb szinten. Azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj. Majd jövőre, amikor majd jó az iskolapadból figyelik a tanórákat, akkor majd a hiányosságokat, a gyakorlás, azt majd pótolni fogjuk. A nyolcadikosok meg megint egy másik dolog, őket nagyon-nagyon sajnálom, hiszen az az utolsó pár hónap az iskolában az élet, amikor már nincs rajtuk nyomás, hiszen túl vannak a felvételén, és most lehetne bandázni, most lehetne tényleg együtt lenni csapatostól, jönne a ballagás, a tablókép, amikor mennek szerenádozni, ilyesmi, és ez nekik most kimarad, és ez egy olyan élmény viszont, ami pótolhatatlan. Közeledik az iskolai beiratkozás ideje is, ezzel kapcsolatban az intézményvezető megnyugtatja az érintett szülőket. Igen, mindjárt következik a beiratkozás. Izgulnak a leendő elsős gyermekeknek a szülei, izgulnak az óvodák, mindenki izgul, de arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy nyugodjon meg, lesz alkalma beiratkozni a kiválasztott iskolába. Ennek a pontos módja még nincsen meg, hiszen ez egy új helyzet mindenki számára, de a héten biztos, hogy kijön erről az, hogy hogyan fog ez történni. Nagyon sok idő lesz rá, 3 hét legalább lesz a beiratkozásra, és itt nem az számít, hogy ki milyen gyorsan iratkozik be. Nem azon múlik, hogy első nap sikerül-e beadni a beiratkozást, hanem azon múlik, hogy beiratkozzon, hogy bekerüljön az iskolába, amennyiben körzetes. Ugye a körzeten kívülieknek pedig, ha maradt hely, akkor őket akkor tudjuk felvenni. Kapnak tájékoztatót. Figyeljék a honlapunkat, figyeljék az alapítványunknak a Facebook oldalát, és mindent meg fognak tudni. És egy utolsó kérdésként, így a tévéképernyőink keresztül milyen üzenetet továbbíthatunk öntől a gyerekek felé? Az, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, mi pedagógusok, és úgy gondolom, hogy a szüleik is nagyon büszkék rájuk, hogy ebben a helyzetben próbálnak helytállni, és kívánok nekik még sok türelmet, kitartást, és hogy keressék egymást azért az internetes felületeken, ne szakadjanak el a barátok. Későbbi adásaink során beszámolunk a város többi oktatási-nevelési intézményében zajló munkáról, az online tanítás kapcsán szerzett tapasztalatokról.